Egyhangú döntés. Közgyűlésen szavazta meg a Szombathelyi Evangélikus Gyülekezet új lelkészének, Menyes Gyula, jelenlegi komáromi helyettes lelkészt. Weissman Klub évzáró. Vajda Magda lett a klub új elnöke, mellette három új tagot is avattak az évzáró alkalmon. Táborról táborra. A Reményik iskolában folytatódtak a nyári táborok a gyermekek számára. Az olvasás és az idegen nyelvek kedvelőit várták. Kerékpárral a Balaton körül. Idén először szervezett a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség biciklis tábort a fiatalok számára, de nem utoljára. Szél Rózsa online. Nem maradt el teljesen, online tartották meg az idei Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozót. Az idei motto az annyi mindent hordozunk volt. 24 év után távozik a Szombathelyi Evangélikus Gyülekezet éléről Greger Sálabosa György lelkész. Az új lelkész személyét kétféleképpen választhatja meg egy gyülekezet. Az egyházunk törvénye két lehetőséget ad, jelölés vagy pedig a pályáztatás útján. Hát lelkész úrnak itt is látszik, hogy milyen mély felelősség érzete van, hogy ő velem együtt azért igyekezett, hogy azt a bizonyos stafétabotot azt jó helyre helyezzük és jó helyre kerüljön. Nyilván ő ismerte, hogy ki és kik jöhetnek számításba. Kik azok a jelöltek, illetve kit lehetne erre a gyülekezetre és erre a nagyon szerteágazó mű, mert az, azért mondjuk ki, hogy ez egy nő, erre kire lehetne bízni. És akkor jött az ötlet, illetve jött a megerősödés, hogy erre a legalkalmasabb Menyes Gyula és kedves felesége lenne. A presbitérium a lelkészjelöltek bemutatkozása után egyöntetően elfogadta a jelölt listát. Nagyon jól látták és nagyon jól leírta a lelkész úr, hogy itt a hitélet erősítésével, amire Labosa lelkész úrnak kevesebb ideje múlt, vagy volt lehetősége az egyéb más elfoglaltságai mellett. Tulajdonképpen ezt a vonalat próbálják majd megerősíteni. Természetesen mindazok a különféle programok, vagy azok a munkágok, amik eddig jól működtek, ezután is működni fognak. A megszerzett értékeket továbbra is biztosítani akarjuk. Azt gondolom, hogy ez egy hangú döntés. Kiolvasható, hogy nagyon jó érzésekkel fogadjuk őket, és nagyon jó érzésekkel javasoljuk őket a közgyűlésnek. A szombati bemutatkozások is, én azt gondolom, hogy jól sikerült, illetve a vasárnapi istentisztelet után is mindenki úgy távozott, hogy örömmel nézünk az elkövetkező időszak elé. A jelöltek véglegesítése után gyülekezeti közgyűlés keretében születhetett meg a végleges döntés az új parókus lelkész személyéről. A közgyűlést a vasárnapi istentisztelethez kapcsolódóan tartották, melyen Rostenné Piri Magda esperes végezte az ige hirdetés szolgálatát. Az esperes asszony és az egyházmegyei felügyelő Móroc Zsolt vezette a gyűlést, melyen 83 igen, egy nem szavazattal szinte egyhangulag döntöttek a jelenlévők, így Greger Sálabosa György munkáját Menyes Gyula folytathatja szeptember 1-től, míg felesége diakóniai lelkészként tevékenykedik majd, és a gyülekezet lelki életének erősítéséből is kiveszi a részét. Én azt gondolom, hogy szép számmal jelen volt a gyülekezet, és hát a szavazás eredménye is nagyon-nagyon ígéretes, hiszen hát tulajdonképpen majdnem egyhangúan választotta meg az új lelkészt a gyülekezet. Én azt remélem, hogy a fogadás, a várás, az ő iránta való előzetes bizalom, ez mindenképpen
rászolgál majd a lelkész, és örömmel tölti el a gyülekezetet az ő szolgálata. A közgyűlés másik fő témája az elmúlt év történéseit összegző lelkészbeszámoló volt, mely minden évben a parókus lelkész feladatai közé tartozik. Ebben a lelkész jelentésben valójában a statisztikai adatokon túl, tehát a legfontosabb adatok, hogy hány istentisztelet volt, hány hittanóra, hány konfirmációs óra, hány konfirmandus, hány temetés, hány esketés, és így tovább. Tehát ami a lelkészi hivatalhoz és a gyülekezeti szolgálathoz alapvetően hozzá tartozik, mindig egy kis képet adunk arról, hogy az intézményeink, a civil szervezeteink, a rádiónk, a tévéműsorunk és a gyülekezet élet hogyan fonódik össze, miként működik, hogy egészíti ki egymást, miképpen fejlődtünk, milyen új gondolatok voltak, megvalósultak, esetleg a előző évben tervezett dolgok azok hogyan valósultak meg. Tehát a lelkésznek feladata erről egyfajta teológiai keretben, hisz a lelkész az teológus alapvetően, tehát egy teológiai keretben a gyülekezet építésről és a gyülekezet életéről számot adni. És hát ez történt meg, talán egy kicsit annyiban más volt az idei, mint a korábbi, hogy mivel én búcsúzóban vagyok, és ugye ez volt az utolsó lelkészi jelentésem itt a Szombathelyi Evangélikus Egyházközségben, ezért egy picit megpróbáltam a jelenlévőknek azt a 24 év szolgálatot, amit eltölthettem itt Isten kegyelméből, azokat a teológiai mérföldköveket, háttér dolgokat, amelyekről talán nem beszélünk minden nap, vagy legalábbis nem közgyűlés keretén belül, azt felvázolni, hogy mik voltak azok a teológiai alapelvek, ami alapján én végezhettem itt a szolgálatomat, és ezzel egészült ki a 19-es évnek a beszámolója. A jelentésben szó volt arról is, hogy 20 éve épült fel a Túróci háza templom kertjében, melyről várhatóan szeptemberben egy ünnepség keretében emlékezik majd meg a gyülekezet. A közgyűlésen 70. születésnapja alkalmából köszöntötte a lelkész Bánfi Péter felügyelőt, aki egy Luther emlékplakettet vehetett át. Június 27-én szombaton tartotta évzáró találkozóját az evangélikus gyülekezet Weissmann klubja. Az emberek között, az emberekért, a fiatalokért, a világban tevékenykedünk, saját környezetünkben, a gyülekezetünkben, de tesszük ezt úgy, hogy a fókuszban mindig az értünk meghalt és feltámadott Jézus Krisztus áll. Rövid áhítattal, imádsággal és énekkel kezdődött a Weissmannek találkozója, melynek keretében tisztújítást is tartottak. Az elnöki posztot a következő évben Vajda Magda tölti majd be. 2015-től vagyok a Weissmann klub tagja, ahol egy nagyon nyitott klubnak ítélem meg a Weissmann klub, nagyon segítőkéz, mind a mellett, hogy az ifjúság munkáját segítsük, a Keresztény Ifjúsági Egyesületnek a munkáját, de maga a klub tagokra is nagyon klubtagok problémáira is, vagy bármilyen nehézségre is nagyon kész, úgy a gyülekezet, mint a Weissmann Egyesület is. Nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy engemet erre felkértek, és bizalommal voltak irántam, hogy ezt teljesíteni is tudom. Hát remélem, hogy a feladataimat el tudjam látni, minden tőlem telhetőt megteszek, és ugye mindenben segítek a klubtagok. A klubtagok segítségére is igényt tartok, hogy meg mindenki nagyon segítőkész tudjuk. Ez csoportmunka, nem az egész klubnak a munkája, ez egy csoportmunka. Idén 3 új taggal is bővült a csapat. Csatlakozott a klub tagságához Horvátné Nagy Adrián, Molnár Andrea és Szombathelyi Noémi, akik eddig is munkájukkal segítették a gyülekezet épülését. A gyermekem ugye Reményik iskolába járt, most végzett, most ballagott. Gyakorlatilag így kapcsolódtunk az evangélikus egyházhoz, egyre több eseményen vettünk részt, az iskola által először még csak, aztán az én fiam is ugye technikai területen bekapcsolódott a gyülekezet munkájába, aztán én is a Tenszín kapcsán is, és mindenféle ilyen evangélikus eseményen ott voltam, vagyok most is, valahogy így összefonódtunk. Pont ezért vagyok ott,
azért mindenhol, mert jól érzem magam, mert vagy úgy fogadnak olyan szeretettel, és nagyon jó, tehát jó a közösség. Azt hiszem, hogy ez az, amiért én itt vagyok tulajdonképpen, ami miatt szívesen jövök segíteni, mert valahogy mindig segítek nyilván valahol. Ha megyek, akkor ott mindenhol segítek, csak valahogy nyilván ezért teszem szívesen. 3 éve tanítok a Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskolában, és így kötődök Szombathelyi egyházközséghez, közben nemeskoltai filiához is hát tartozom, ugyanis a párom evangélikus, és velük szoktam, vagy hát az ő általa jutottam az evangélikus egyházba, hogy vele találkoztam így az evangélikusokkal. Már az elején is segítettem, mikor a párommal összejöttem ott az evangélikus egyházközségnek, de amiután bejöttem Szombathelyre tanítani, azóta váltam inkább aktívvá a közösségben, ugyanis az adventi vásáron és különböző eseményeken részt vettem, illetve próbálom aktívan kivenni a részem ezekből. A püspökvonári gyülekezethez tartozom, oda születtem, és ahogy 2015-ben csatlakoztuk le gyülekezetként a Szombathelyi egyházközösséghez, így adott volt a helyzet, hogy természetesen egy kis részévé váltunk az egész gyülekezetnek, és mivel ott a presbiterként tevékenykedem, és a 2 kicsi gyermekem pedig itt a Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskolába jár, így egyre közelebb kerültünk ezeket a közösségekhez, megláttuk ezeknek az előnyeit, és azt gondolom, hogy manapság rengeteg munka van. Egyre több így az ismerősök közt, akik számomra ilyen kedves emberek, sorba több helyről is jött az információ, hogy van ez a klub is, hogy azt gondolták, hogy netán engem érdekelne, és hogy csatlakoznék-e. Innentől kezdve meg azt gondolom, hogy egy ilyen klub felajánlja azt, hogy befogad és valahogy egy tagságába felvesz, ez egy megtisztelő feladat. Az elmúlt években az iskolai rendezvények, meg az összes evangélikus rendezvény kapcsán mindig láttam így a Weissman klub tagokat, így hogy rakom össze a kis információkat, keresek feladatot, vagy az ő segítségükkel, remélem, hogy lesz is lehetőségem segíteni nekik. A Weissman munka szeptemberben folytatódik, akkor már az új tagok részvételével. Minden évben nyáron szünetelünk, júniustól szeptemberig. Szeptemberben indul újra a Weissman klub tevékenysége, és havi rendszerességgel tartunk összejöveteleket. Hát az újraindulással már készülnünk kell az adventi vásárra, amely ugye egyik legfontosabb rendezvényünk minden évben, az adventi vásár megszervezése. És viszont most jövőre még kihívás előtt állunk, mert jövőre 20 éves lesz a klubságunk, és akkor erre jubileumi ünnepséget készülünk tartani. Az ünnepséget várhatóan 2021. május-június környékén tartják majd. Az iskola végével minden évben megkezdődnek a táborhetek a Reményik iskolában is. Az összművészeti tábor után párhuzamosan a hittanos héttel már a német nyelvi táborba is várták a tanulókat. Ezúttal nem teljesen a megszokott módon, hiszen első alkalommal tartották külön a nyelvi táborokat. Kisebb létszámmal gyűltünk össze, részben, vagy hát inkább csak alsó tagozatosok jelentkezését vártuk, ezzel is a szülők helyzetén könnyítve, hogy gyerekekkel tudjunk foglalkozni. Délelőttönként játékos nyelvtanulás a program, délután pedig szabadidős tevékenységek. Tegnap voltunk a Kalandvárosban, aztán szervezünk mozi délutánt, ma kézműves foglalkozásuk lesz. Egészségnapot tartunk, pizzázni fogunk, bár az még meglepetés lesz számukra. Családias a hangulat. Én szerintem mindenki jól érzi magát, próbálunk az igényeikhez igazodni, egy kicsit a digitális oktatást levezetéseként próbálunk online tanítani nekik, online játékokat keresni nekik, és akkor így fejlesztjük a nyelvtudásukat. Természetesen az angol nyelvet tanuló diákoknak sem maradt ki a tábor idén sem. Színes programokkal készültek az angolosok is. Nagyon jó volt, itt nagyon jól éreztem magam. Hétfőn ugye tanulgattunk még Ausztráliáról. Kedden a könyvtárban voltunk, ott volt egy ilyen foglalkozás. Ugye szedden a Kalandvárosba mentünk el, tegnap pedig kimentünk oda a fitness parkba, a csótóhoz, és ott számháborúztunk, és
ma pedig megyünk majd délután a moziba. Nagyon sokat bum-bum játékoztunk, az tetszett a legjobban az a játék. A táborban Gömbös Katalin segítette a kézműves foglalkozásokat, de emellett a mozgás, a sport sem maradt ki a programból. Sokat számháborúztak és ügyességi vetélkedőt is szerveztek, melyért mindenki elnyerte a jutalmát. Az idei olvasótábor a Miénk itt a tér címet viselte, utalva arra, hogy a táborozó gyerekek több hónapig nem láthatták egymást. Így az újra találkozás jegyében telt az első nap, és csapatokat alakítottak a heti versengésekhez. Mozgalmas hét állt a gyerekek előtt, jártak például a szombathelyi televízió stúdiójában, ahol megismerkedhettek a televíziós műsorkészítés eszközeivel, résztvevőivel, megtudhatták, honnan vezérlik a műsorokat, és egy pillanatra híradós műsorvezetőkké válhattak. De jártak könyvtárban, fürdőben, és moziztak is a gyerekek, nehéz volt felsorolni a sok programot. Kőfestés, most jönünk ugye moziba, a focizás, activity, könyvajánló, könyvtár, vízibomba. Én nagyon jól éreztem magam, és sok jó dolog történt itt velem. És mi volt az, ami nagyon tetszett a táborban? Programok közül? A szengotádi fürdőzés, meg a könyvtár. Nekem a programok közül a szabadulószoba, meg a szengotádi fürdés, meg úgy minden, mert olyan nagyon jó itt az olvasótáborban. Az volt, hogy ha megoldottál egy feladatot, akkor kerestél utána egy betűt, vagy a tanártól kaptál, és akkor a 10 betűből kellett egy szót összeállítani. És akkor ez volt a kulcs, hogy kiszabadulhattál. Nekem minden nagyon tetszett, amikor tegnap riportot adtam. Igen, mert hogy téged már a rádióban is meginterjú voltak, igaz? És mit meséltél el ott? Hát, hogy milyen volt az olvasótábor. Nekem nagyon tetszett. Utána azt mondtam, hogy velem minden nap ezt meg kell csinálni. Múlt évben is voltam, és nagyon tetszett. És az idei milyen volt? Nagyon jó volt. Mi volt az, ami a legjobban tetszett idén? Hát minden program nagyon tetszett. De hogyha egyet mondjuk ki kellene választani, amit szeretnél mondjuk jövőre is átélni, akkor melyik lenne az? A szentgotthárdi fürdőzés. Én is voltam tavaly, és nagyon jól éreztem magam. És hogy volt ez idén? Idén is jó volt. A szentgotthárdi fürdő az nagyon jó volt, meg most az activity is. Az utolsó napon elhozták és bemutatták kedvenc könyveiket is a táborozók. Tartottatok könyvajánlót is, te melyik könyvet ajánlottad a többieknek? Az Alma utca 22-öset. És ez miért tetszik neked ez a könyv, miért ajánlottad nekik? Mert vicces és gyerekeknek való. Egy Demény című könyvet, amiben ilyen kutya, aki ilyen vizsla, az utazik, mivel nagyon rosszul bántak vele. És kint tartották jó sokáig a kertbe. Miért ezt a könyvet választottad? Mivel szerintem ez vicces is, meg gyerekeknek is való. Az állatos könyvek töretlenül népszerűek a gyerekek körében. Lilla, Folti a hős történetét mutatta be társainak. Én ezt nagyon szeretem, mert ugye én imádom az állatokat is, és ezt nagyon szeretem, ezt a könyvet. Egy nagyon szép pónis könyvet ajánlottál a társaidnak. Miért ez a kedvenced? Hát nem a kedvencem, de nagyon szeretem. Hát 4 éves koromban imádtam, ha anya ezt olvassa, meg még 6 éves koromban állandóan azt a pónissat, amikor elkezdenek úgy táncolni, meg ilyesmik. Meg ilyen unikornis szárnyakkal, meg ilyen pillangók, azért kezdtem elhozni, hogy a lányok egy kicsit tanulhassanak belőle.
Első alkalommal szervezett kerékpáros tábort a Szombathelyi Evangélikus Egyházközség a gyülekezet fiataljai számára. Maroknyi ifis és tenzinges fiatal vállalta, hogy 5 nap alatt körbe biciklizi a Balatont. A Keresztény Ifjúsági Egyesületben fontos szerepe van a sportnak, ezért szervezték idén ezt a különleges tábort. Nem nagyon szoktunk sportos alkalmakat szervezni, viszont ez azért a kiének nagyon, nagyon jelentős része a sportolás is, mert hát, mint tudjuk, a Szombathelyi Evangélikus Ifjúsági Munka az a kiének a keretein, a YMC-nek a keretein belül működik, és hát a YMC-ben a sport az egy nagyon jelentős dolog. Mi egy kicsit kevesebb hangsúlyt fordítottunk erre eddig, de azt hiszem, hogy ez egy jó alkalom volt arra, hogy egy kicsit mozogjunk, egy kicsit együtt legyünk, egy kicsit közösen imádkozzunk, hiszen minden napokat megtöltöttünk egy ima szándékkal. Egy kicsit ilyen zarándok biciklizéssé vált ez a kis túra, mert minden nap egy olyan témát dobtunk fel, amiért imádkozhattunk, egy olyan mindenkit érintő dolgot. Tehát nem ami személyes kérésünk, nem ami a mi kis közösségeinket érinti, hanem a tágabb valóságot, az emberiséget. Egy-egy ilyen értékes dologért imádkoztunk, mint a vírushelyzet gazdasági áldozataiért, aztán imádkoztunk az árvákért, özvegyekért, azokért, akik magányosok, imádkoztunk a teremtett világért, a csodálatos világunkért, annak a megőrzésért. Szóval egy kicsit ezzel töltöttük meg ezt a sportolást, és azt hiszem, hogy ez egy jó hagyomány is lehet, hiszen a kiének a háromszöge, a test, a lélek és a szellem hármasa, ez jól tükrözi az, hogy mi a legfontosabb talán, amivel foglalkoznunk kell. Ebből az egyik a testnek az építése, az egészséges test, a test egészségének megőrzése. Ez egy jó alkalom volt erre. A Balaton partján végigvezető balatoni bicikliutat jártuk körbe. A Keszthelyről indultunk, és nem sokára vissza is érünk ugyanoda, ahonnan elindultunk 5 nappal ezelőtt. Most éppen Balaton-Mária fürdőn álltunk meg pihenni, és az útvonal úgy nézett ki, hogy tehát Keszthelyről indulva az északi parton kezdtünk, hogy először legyünk túl a nehezén, úgymond, és úgy jöttünk vissza itt a déli részén a tónak. Nagyon jó volt, fantasztikus a társaság, ami így összejött. Ugye azt tudni kell, hogy eredetileg egy ifis kirándulásnak szántuk ezt, aztán a jelentkezők meg a résztvevők összetételéből végül úgy alakult, hogy inkább egy baráti társaság lett ez, akik így együtt bicikliztünk, és nagyon jó hangulatban telt ez az 5 nap. Most már mindannyian nyilván fáradtak vagyunk egy 5 napos túrával és közel 200 kilométerrel a hátunk mögött, de egy olyan kellemes fáradtság ez, és hát itt van mellettünk a tó, ami mindig gyönyörű, és minden nap, minden szögből, minden napszakban más és más arcát mutatja, és egyszerűen gyönyörű. Az utolsó estén Borsos Beatrix a Tenzing zenei felkészítőjének vendégszeretetét élvezhette a csapat. Sátorállítás után vidám estét töltöttek itt együtt. A túra 5. napján már egy kicsit nehezebb volt az elindulás, de az utolsó kilométerek előtt még egy balatoni fürdőzés felettette a fáradtságot. Mindenképp megérte körbe tekerni a Balatont, ebben mindannyian egyetértenek. Hát nekem ez bakancslistás volt, egy Balaton körbetekerés, de nem gondoltam soha, hogy meg is fogom csinálni. Most már így látom, hogy azért ez most már csak végigmegy. Hát az eleje az azért nehézkes volt, mondjuk nem voltam elég edzett, nem volt időm előtte ráedzeni, rágyúrni erre, az ezt mindenkinek javaslom, mert azért ez nagyon kell. Az elején megszenvedtünk az emelkedőkkel, de gyakorlatilag végigvittük dolgot. Ez az utolsó, ez a vége, ez már egy jutalomjáték, már tegnapi nap is teljesen élvezhető volt. Már az előbbit is élveztem, mert annyira el lehet terelni a figyelmet, olyan gyönyörű helyeken voltunk. Szóval én egyébként összességében nagyon élveztem. Amikor az ember itt teker, azért eléggé jól tud gondolkodni. Tehát ez ilyen zarándok útnak is felfogható, valahogy úgy is indultunk neki egy kicsit, hogy egyben egy ilyen zarándok út is.
az, hogy megálltunk minden nap imádkozni, és mindig valamiért imádkoztunk, az meg nagyon-nagyon jó volt. Jól sikerült az első sportos tábor, jövőre biztosan lesz folytatás is. Nem maradt el teljesen, online tartották meg az idei Szél Rózsa evangélikus ifjúsági találkozót. A szervezők minden este egy-egy videóval jelentkeztek, igyekeztek követni az élő találkozó vázát, így áhítattal kezdték az online adásokat, majd beszélgetéseket, nagy zenekari koncerteket hallhattak az érdeklődők. De evangélikus zenekarok is zenéltek, és esti elcsendesedéssel zárták a napot. Az online Szél Rózsa mottója az annyi mindent hordozunk, melyet az ézsaiási ige szakasz alapján választottak. A mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Hisszük és tudjuk, hogy Jézus Krisztus elhordozta vétkeinket, Isten pedig tenyerében hordja a mi egész teremtett világunkat. A szombati napot a Szombathelyi Krédó Rádió főszerkesztője Pusztai Krisztina konferálhatta fel. Ezen a napon Mesterházi Balázs lelkész, a Kőszegi Evangélikus Gimnázium igazgatójának áhítatával indult a műsor. Ezt láthatják a nyitott ajtók zárásaként is. Kedves Szél Rózsás testvéreim, erős várami Istenünk! Szeretettel köszöntelek benneteket az előző Szél Rózsa helyszínéről, ebből a kisvárosból, Bükről. Itt készítjük el most azt a felvételt, amely remélhetőleg többeknek ad alkalmat egy ifi tábor esti áhítataként, vagy csak nyári elcsendesedésként. Mondanám azt, hogy milyen jó látni benneteket itt a nagy színpad előtt, vagy ott távol az árnyékban, de sajnos 2020-ban ez most nincs így. Ne legyünk azonban elégedetlenek, ma ne. Ma fókuszáljunk arra, hogy mivel tudunk elégedettek lenni. Ez ugyanis a mai egy igehirdetésünk egyik kulcsszava, elég. Hadd hívjalak benneteket arra, hogy imádkozzunk együtt. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy a Te nevedben összejöhetünk, hogy a Te nevedben megérthetjük, mit is jelent a közösség. Köszönjük, Atyánk, hogy Te megmutatod nekünk, mi az, amiben hiányt szenvedünk, mi az, aminek meglétéért hálásak és elégedettek lehetünk, és mi az, amire vágyakozunk. Kérünk, mutasd meg ezt nekünk, és adj nekünk hálás szívet, hozzád hívet. Jézus Krisztusért. Amen. Ószövetségi ige segít bennünket ezen a szombati napon, amikor már kifelé megyünk ebből az online szélrózsából. Képzeljük el most az Egyiptomból kifelé jövő zsidó népet, akikben nagyon sokféle érzés kavarog. Ebben a helyzetben szólítja meg őket Isten igéje, Mózes második könyvének 16. fejezetéből olvasom. Ekkor azt mondta az Úr Mózesnek, meddig akartok még ellenszegülni parancsolataimnak és törvényeimnek? Láthatjátok, hogy az Úr adta nektek a szombatnapját. Ezért ad ő a hatodik napon két napra való kenyeret. Maradjon mindenki otthon, a hetedik napon senki sem mozduljon ki a helyéről. Ezért pihent a nép a hetedik napon. Izrael háza mannának nevezte el azt. Olyan fehér volt, mint a koriandermag, íze pedig olyan, mint a mézes kalácsé. Kedves Szél Rózsás testvéreim, nem tudom hányan tudjátok, mi az a kenyérjegy. Érdemes megkérdezni nagyszüleiteket, dédszüleiteket, hogy ki emlékszik arra, hogy a világháborúban hogy kellett sorba állni, és jegyre adtak ki egy-egy családnak fél vagy egy kiló kenyeret. Hol van már ettől az, hogy a bevásárló központok kosarait meg lehet tölteni tetszésünk szerint bármekkora mennyiségű pékáruval. Néhány hete azonban itthon is be kellett vezetni egy bizonyos limitet. Talán sokan emlékeznek arra, hogy a Covid-járvány miatt március végén hiánycikké vált az élesztő az élelmiszerboltokban, illetve amikor újra feltöltötték a készletet, akkor korlátozták az egy ember által megvásárolható mennyiséget. A cél a kínálat-kereslet egyensúlyban tartása volt, azaz, hogy többeknek jusson, de ha belegondolunk, ez nincs nagyon messze attól, hogy igazából az elegendő mennyiség megvételére biztatott bennünket ez az intézkedés.
A pánikolókat persze nehéz volt megnyugtatni, és biztos vagyok benne, hogy a most hallgatók között, bár ott talán nem, sokkal inkább azok ismerősei között vannak olyanok, akiknél még mindig ott állnak bontatlanul az élesztős csomagok tízesével a spájzban vagy a garázsban. Van, amikor Isten is így gondoskodott az ő népéről, hogy nem csak egy napra elegendő mannát küldött az égből, hanem kettőre. Azért, hogy a nyugalom napján még ennyire se kelljen dolgozniuk, hogy összeszedik az égből hullott korianderszerű és kalácsízű csodát. A mannát, ami nem más, mint a lexikonból olvasom három jelentését, ehető busztai zuzmófajta, növényből kiszivárgó édes váladék, bibliai égből hullott étel. A tartósító szerek és hűtőszekrények világában azt gondolom nagyon nehéz elképzelni azt, hogy valami csak egy napra elegendő, bár azt gondolom, hogy többünknek van tapasztalata kiolvadt hűtővel, néhány napos romlott étellel, így tudjuk, mit jelent a megkukacosodás. Azt azonban hangsúlyozzam ki, hogy itt nem a tudományos vonalat érdemes hangsúlyozni, hiszen egyetlen szavatossági időre sem írják rá úgy, hogy 24 óra, kivéve ha vasárnap is beleesik, mert akkor 48 óra. Ez valami nagyon másról szól. Arról, hogy Isten gondoskodik. Nem csak törvényét adja, amiről számon is kérheti, hogy meddig akartok még ellenszegülni parancsolataimnak és törvényeimnek, hanem adja a kegyelmét is. Már itt megmutatja a törvény betűjét és lelkét. Nem csak a törvényt adja, ami azért is érdekes, mert ezen a ponton, Exodus 16-ból olvastam, még nem érkezett meg a nép a Sínai hegyhez, és nem kapta még meg az írott törvényt. Itt még a 10 parancsolat kőtáblái előtt vagyunk. Mégis Isten úgy hivatkozik a 7. napra, mint a teremtésben megismert rendre, a nyugalom napjára, amire nem Istennek van szüksége. Nem Istennek van szüksége, hanem a teremtett világnak. Azért, hogy rend legyen. Hiszen a teremtett világ a mi javunkat akarja szolgálni. Isten azért adta nekünk, hogy őrizzük és műveljük. Creation not for sale, azaz a teremtés nem bocsátható áruba. Szólt az egyik fő üzenete a Luteránus Világszövetség 2017-es nagygyűlésének. Tudományos vizsgálatok alapján tisztában lehetünk azzal, hogy a Föld természeti tartalékainak emberi kihasználása, az úgynevezett ökológiai lábnyom már 1970 óta meghaladja a bolygó kapacitását, és ez fenntartható módon nem lesz képes az élet támogatására. Évente már 1,6 bolygónyi erőforrásra lenne szükség. Más szóval masszívan leterheljük a bolygó készleteit, azaz globális overshoot helyzetében vagyunk. Idéztem Martin Koppot, aki egy francia ökoteológus, és ebben a namibiai előadásában ő hozta ezeket az adatokat. Kopp a Föld ökoszisztémáját érintő kritikus helyzetre 9 mérőszámot hozott. 4 mérőszám már jelenleg is a kritikus szinten van, a Föld kihasználtsága és a klímaváltozás a legmagasabb rizikófaktorban érinti a Földet, még ha ezen egy kicsit segített is a koronavírus járvány miatti leállás. Lecsökkent a biodiverzitás és a foszfor, valamint a méreganyag körforgás is magas. Kopp beszélt arról Namíbiában, hogy szükséges egy új célért, a meghirdetett új vízió, és arra kérte ott a luteránus közösséget, amit most én is megerősítek nektek, kedves szélrózsások, hogy kezdjünk el több helyen, több területen cselekedni, amelyek közül én most az elsőt hangsúlyozom ki. Az első ugyanis spirituális, új gondolkodást kíván. Meg kell térnünk a szívünkben. Amíg a gazdasági mód a vágyat értékeli, ami Pál apostol szerint a hamis istenek tiszteletével azonos, addig a mi értékeink az elégedettség és az egyszerűség, mondta Martin Kopp. Az elégedettség az első lépés, kedves szélrózsás testvérem. Hogy nem többet akarok, mint a másik, hanem megelégszem azzal, ami van. Hogy nem felhalmozni akarok, hanem be tudok rendezkedni egy olyan életvitelre, amely a mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma lelkülete. Nem több, de nem is kevesebb.
Hadd hozzam ide az egyik kedvenc képemet, amelyet többféle értelmezésben több helyen láthattatok már. Tudom, hogy ez a kép szól az esélyekről, a nem egyenlő indulásról, én mégis az elégedettség témában szeretném idehozni. Tetszik, hogy a figurák arctalanok, tehát bármelyikünk lehetne bármelyik alak. Milyen az, amikor pénzem van, milyen az, amikor pénzem is van és megfelelő oktatásban is részesültem, milyen az, amikor iskolába járhattam, de tőkém már nincsen, és milyen is az, amikor egyik sincs. Az első nem látja a csodálatos világot, teljesen el tudja veszíteni a kapcsolatot a valósággal. A második és a harmadik kilát, még ha az egyiknek jobban is kell ágaskodnia. A negyedik pedig önhibáján kívül nem tud kapcsolatot teremteni a külső valósággal. Mit gondoltok, melyik karakter lehet ezek közül elégedett? Nem csak önmagával, hanem azzal a feladattal, amivel az Úristen megbízta őt ebben a világban. Melyik hogyan tölti be a küldetését? Én hogyan töltöm be a küldetésemet? Te hogyan töltöd be a küldetésedet? Mert hogy küldetésünk van a világban, az nem kérdés. Nem csak a teremtettségünknek örülhetünk, hanem annak is, hogy Isten a gondviselő szeretetét is megmutatja nekünk. Sőt, a megváltó szeretetét. Amikor Jézus a hetedik nap értelmét védi a farizeusokkal szemben azzal a mondatával, hogy a szombat van az emberért, és nem az ember a szombatért, akkor éppen arról tesz tanúságot, hogy a Teremtő Isten és a Megváltó Isten egy és ugyanaz. A hetedik napon nem csak a teremtett világ rendjére kell emlékeztetnünk magunkat, hanem arra, hogy ugyanez az Isten a megváltásunkról is gondoskodott. Hiába perlekedünk vele, hiába teszünk fel olyan kérdéseket, akár tovább olvasva Mózes második könyvének 17. fejezetét, hogy hát azért hoztál ki bennünket Egyiptomból, hogy szomjan pusztíts minket gyermekeinkkel és jószágainkkal együtt. Hiába gondoljuk azt, hogy nekünk milyen szörnyű rossz, Isten ott is tud vizet fakasztani, ahol az ember csak perlekedni tud. És itt érthetjük meg azt, hogy milyen jó hozzátartozni. Itt érthetjük meg azt, hogy milyen jó az ő kezébe belesimulni. Mert igazából ott a mi helyünk, Isten tenyerében. Nem a pénzkötegeken kell állnunk, még csak nem is a könyvekre kell fellépnünk, hanem mindannyian, még a padlón álló is bele tudunk simulni az Úristen tenyerébe. Azéba, aki azt mondja, elég neked az én kegyelmem. Hát legyen ez elég. Ősszélrózsásoknak és kedvtelésből belehallgatóknak. Hardcore keresztjéneknek és keresőknek. Legyen elég az ő kegyelme. Így fogadjátok az áldást. Az Atyaisten szeretete, Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.